Sziasztok! A mai videóban ezt a kendőmintát fogjuk elkészíteni. Ha úgy gondolod, hogy tetszik, akkor gyere és tarts velem! Egy körülbelül két-két és feles horgolócérna. Mint látható, nagyjából olyasmi, mint a katania lenne, attól egy icipicit vékonyabb, és én ehhez most egy 275-öst itt hoztam. Kezdjünk is hozzá, varázsgyűrűvel fogunk indítani, a varázsgyűrűben pedig készíteni fogunk 3 darab láncszemet. Készítek egy láncszemet, és még plusz 2 darab láncszemet teszek hozzá. 1 és 2. Meg vagyunk a 3 láncszemmel, és emellé készíteni fogok még 2 darab egyrehajtásos pálcát. 1 és 2. Így, ezután jön 2 darab láncszem, amit légszemnek is hívunk. 2 darab láncszemet emelek fel a levegőbe. Picit ráközelítek. Ezután megint jön 3 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2 és 3. Ezután megint jön 2 darab láncszem. 1, 2. Majd ezután megint jön 3 darab egyrehajtásos pálca, és ebben a sorban ez lesz az utolsó. 1, 2, 3. Ezután összehúzom az elejét a hátuljával, és ugye a varázsgyűrűnek az a szuper jó tulajdonsága, hogy teljesen össze tudja zárni magát a kört. Na most, miután ezzel megvagyunk, emelünk felfelé egy darab láncszemet, és megfordítjuk az egészet. Megkeresem itt ebben a sorban az utolsó egyrehajtásos pálca tetejét, és ide teszek egy darab kúszószemet. Így. És ezután ide mellé megyek, és ide is kúszok egyet, és teszek egy darab kúszószemet. És innentől kezdjük újra az egészet előről. 3 darab láncszemet emelek felfelé. Mellé jön 2 darab egyrehajtásos. 1, 2. Megint jön 2 darab láncszem. 1, 2, majd ismét jön 3 darab egyrehajtásos. 1, 2, és 3. Így. Ezután, hogy a kettő között legyen egy eltérő rész, 3 darab láncszemet fogunk emelni, 1, 2, 3, és majd ide fog kialakulni az első mintánk, ez a kis, pici kis kör alakú minta. Átjövünk ide ebbe a lukba, készíteni fogok 3 darab egyrehajtásos pálcát, 1, 2, 3. Jaj. Majd jön 2 darab láncszem, és úgy szintén 3 darab egyrehajtásos pálca. Jó, meg vagyok ezzel a két sorral, és most ide középre el fogjuk kezdeni kialakítani ezt a mintát, ami végig a közepébe fog futni. A két szélén ezt úgy fogom hívni, hogy motívum. Amikor azt mondom, hogy készítünk egy motívumot, akkor ez lesz. A két szélén, a szélén mindig csak motívum lesz. Középen pedig az a szép minta. Szóval emelünk felfelé egy darab láncszemet, és hogy vissza tudjak menni középre, megint megkeresem az 1-2-3. Láncszem tetejét,
és egy kúszó szemmel ide húzok. Ezután teszek ide megint egy kúszó szemet, és jön a motívum. A motívum három darab egyrehajtásosból áll, kettő láncem és három darab egyrehajtásos. A második egyrehajtásos, harmadik egyrehajtásos pálca, kettő darab láncem és három darab egyrehajtásos ismét. Ahhoz, hogy középre tudjak jönni, és ide készíteni fogok négy darab láncemet. Egy, kettő, három, négy. Megkeresem a középpontot. Ugye itt három darab volt a láncemünk. Egy, kettő, három. És ide ebbe a középpontba teszek egy darab egyrehajtásos pálcát. Teszek három darab láncszemet, és ugyanebbe a láncszembe készítek még egy darab egyrehajtásos pálcát. Majd megint jön négy darab láncszem. Egy, kettő, három, négy. Ezután ide, ebbe a szálba megint jön a motívum. Középre. Három darab egyrehajtásos pálca, kettő láncem, három darab egyrehajtásos. Jó. Megvagyunk az 1-2-3. Sorral. Most jelenleg így nézünk ki, és megyünk tovább. Emelünk felfelé egy darab láncemet, megfordulunk. És itt megint megkeressük a harmadik láncszemet. Ide. Megint. Majd három láncszemet emelünk felfelé. És ezután kettő darab egyrehajtásos pálca. Kettő darab láncem, és három darab egyrehajtásos. Jó. A motívum után készítek négy darab láncemet. Egy, kettő, három, négy. És ide középre hét darab egyrehajtásos pálcát fogok készíteni. Egy. Jaj. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. És hét. Majd ismét négy darab láncszemet készítek. Egy. Kettő, három, négy, és ide megint elkészítem a motívumot. Egy, kettő, három darab egyrehajtásos, kettő láncem, és ismét három darab egyrehajtásos. Egy, kettő, három. Jó, most így nézünk ki, itt kezdődik a minta kialakítása, és most, még mielőtt befejeznénk ezt a mintát, előtte elkezdjük kialakítani a területet a két következő mintánknak. Mindjárt mutatom. Egy láncszemet emelek felfelé, megfordulok, megint megkeresem a láncszememet, és ide kúszó szemmel ide jövök. Majd ismét bejövök középre, és emelek felfelé három láncszemet. Egy, kettő, három.
Kettő darab egyrajtásos. Kettő darab láncszem. És ismét három darab egyrajtásos. Jó, és ahhoz, hogy ide a kettő közé, mint látható, elég nagy a terület, ki tudjam alakítani a következő mintát. Hetes darab láncszemet fogok felfelé emelni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És most el fogom kezdeni csökkenteni ezt a mintát sima rövid pálcákkal. Most jelenleg 7 darab egyrajtásos pálcánk van, nem az elsőbe, hanem a másodikba fogok elkezdeni, leszúrok a második szembe, és készítek egy rövid pálcát ide. És ezen kívül ez az első, és innentől még 4-et. 2, 3, 4, és az utolsó 5. És így csökkentettem le ezt a mintát mindkét oldalon egy-egy láncszemmel. Oké, ismét 7 darab láncszemet készítünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és ide pedig egy motívum jön ismét. 1, 2, 3, és 2 láncszem. Megy ismét 3 darab egyrehajtásos. Jó. Oké. A következő, ismét emelünk felfelé egy láncszemet, megfordulunk és készítjük a motívumot. Kettő, három, két láncem. Jó, meg vagyunk a motívummal, és most el fogjuk kezdeni ide kialakítani ugyanezt. Készítek 4 darab láncemet, 1, 2, 3, nem bocsánat, 3 láncemet, és a negyedikbe fogom a V alakot. Megfordítom ezt a sort, ezt a láncsort, és megkeresem az 1, 2, 3, negyedik láncemet. Három darab láncem, és ismét egy darab egyrehajtásos pálca ugyanebben a láncemben. Ezután jön három láncem megint. Egy, kettő, három. Jó, most pedig jön ide három darab rövid pálca. Megint kihagyom az elsőt, a másodikba lépek. Egy, kettő, és három. Így. Ezután jön megint három darab láncem. És megfordítom ismét. Egy, kettő, három, megkeresem a negyediket. Majd három darab láncem. És ismét ugyanide. Megint három láncem. És jön a motívum. Kettő láncem. És ismét három egyrehajtásos pálca.
Jó. Meg vagyok ezzel. És ezután ugyanez a folyamat végig, ahol, ami az előző sorokban volt. Visszamegyek egy motívummal. Megvan a motívum, és ezután ide a kettő közé négy darab láncszemmel fogunk bejönni. Egy, kettő, három, négy. Mindig ott, amikor a V alak van, akkor mindig négy láncszemet fogunk használni. És hét darab egyrehajtásos pálca. Egy. Hét. És ezután ismét négy darab láncszemet fogunk készíteni. Egy, kettő, három, négy. És ide, középre, egy darab rövid pálcával le fogunk hurkolni, és ezzel úgymond ez a kis picike, hát miniatűr ananász forma, ez úgymond bezárul. És most jön megint négy darab láncszem. És 7 darab egyrehajtásos pálca ide. Hét darab egyrehajtásos pálca, és ismét négy darab láncszem. Egy, kettő, három, négy. Jön a motívum. Jó. És most elkészültünk ezzel a sorral, befejeztük az első mintát, kicsit közelebb jövök. Szóval ennek a mintának itt vége, és ez a minta jön ide. És innentől kezdve mindig kettesével fog növekedni a darabszám. Most itt kettő van, nem, bocsánat, hármasával, mindjárt megnézzük, egy pillanat, már is mondom. Szóval az első sorban még egy minta van, a másodikba már kettő, a harmadikba három, akkor bocsánat, egyesével növekszik a mintadarab. És most pedig követni fogjuk ugyanezt a sort, ahol itt tartunk. Emlékeztek, mi volt itt? Motívum, 7 darab láncem, majd elkezdtünk 5 darab rövid pálcát készíteni. Ismét 7 darab láncem, és a motívum. Motívum, 3 láncem, 1 V alak a negyedikbe, 3 láncem, és lehurkoltunk 3 darab rövid pálcát. De ezt mutatom tovább. Egy picit még haladok én is veletek, és igazából ez egy folytatólagos minta, szóval így kell az egészet tovább folytatni, és addig kell csinálni, amíg igazából akkora szélességet nem értek el, hogy bőségesen a vállatokat be tudja takarni. Kettő, három darab egyrehajtásos, vagy láncszem, és kettő egyrehajtásos, egy, kettő,
kettő lencem, és ismét három darab egyrehajtásos. Most jön a hét láncem. Jó, és most jön 1, 2, 3, 4, 5 darab rövid pálca. Jó. Ismét 7 láncem. És most megint ide 5 darab rövid pálca. És 5. Ismét 7 láncem. 1, 2, 3, 4, 6, 7. És egy motívum. Kettő láncem. És megint 3 egyrehajtásos. Így. Azért nem folytatom tovább, mert igazából innentől már a minta ismétlődik. Ezt a részt én már korábban itt megcsináltam. Ugyanezt kell folytatni, hogyha esetleg elfelejtettétek, érdemes leírni az első lépéseket, és utána ugyanazok fognak minden egyes soronként ismétlődni. Szóval, hogyha itt most 7 darab láncem van, akkor a következő sorba a motívum után 3 láncem jön, a V alak, és ismét 3 láncem. 3 darab rövid pálca, 3 láncem, V alak, 3 láncem, megint 3 rövid pálca, és így megyünk a végéig, és a V alak után pedig 4 láncem. Itt már 4 láncem van. 7 darab rövid pálca, és ismét 4 láncem. Ahol a V alak van, a következő sornál mindig 4 láncem lesz, és úgy jönnek az egyrehajtásos pálcák. Aztán ugye lezárjuk itt fönt a középső szembe ezt a kis mintánkat, és így jön felfelé, egészen addig, amíg úgy érezzük, hogy nekünk szükségünk van arra a méretre, amit meg szeretnénk horgolni. Szóval ennyi lett volna ez a mai minta. Remélem, hogy tetszeni fog nektek, és ha van kedvetek, akkor készítsétek el velem együtt. Nagyon jó alkotást kívánok nektek, hogyha úgy gondolod, hogy tetszik, és hasznosnak érzed, akkor kérlek nyomj egy lájkot, vagy esetleg egy üzenetet. Mindig nagyon örülök, hogyha írtok nekem. Ha problémátok van, akkor is nyugodtan írjatok, nagyon szívesen válaszolok mindig, és ötleteket is szívesen várok, hogy mit látnátok szívesen. Szóval jó alkotást kívánok mindenkinek, szép napot, sziasztok!